Döntések 8 pontot tárgyalt Paks Humánpolitikai Bizottsága. Köd az őszi közlekedés veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek. Új boráldás elmarad a program a hétvégén a járványhelyzet miatt. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket. Elkészült Pakson a Váczika utca déli tömbjében az ivóvízvezeték és szennyvíz csatorna kiépítése. A beruházás keretében 20 ingatlan ivóvízellátása és szennyvíz elvezetése valósult meg. A kivitelezés során megközelítőleg 380 méter ivóvízvezeték, illetve mintegy 310 méter szennyvíz csatorna épült meg. A fejlesztés értéke meghaladta a nettó 27 millió forintot. A projektet az érintett ingatlan tulajdonosok finanszírozták. Paksváros önkormányzata a műszaki ellenőrzés díját fizette. Ülésezett Paks Humánpolitikai Bizottsága kedden délután. A grémium tagjai 8 napi rendi pontot tárgyaltak. Ezek közül az egyik az önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosításának módja volt. A bizottság arról hozott döntést, hogy a lakások egy részét felújítják és kiadják. A város mintegy 150 millió forintot költ az ingatlanok korszerűsítésére. A Humánpolitikai Bizottság továbbá elfogadta a következő év költségvetési koncepcióját is, 4 igen és 2 tartózkodás mellett. A bizottsági tagok a hozzájuk beérkezett jelzések miatt foglalkoztak azzal a kérdéssel is, miként lehetne biztosítani az orvosi rendelőkben a Paksi Gyógyászati Központban a munka folyamatosságát és a rendelésekre való időpontfoglalást is. Kedden délután összeült Paksváros önkormányzata képviselőtestületének Humánpolitikai Bizottsága. A tagok 8 napi rendi pontot tárgyaltak. Az egyik legfontosabb témakör a 2022-es költségvetési koncepció volt. Teljes mértékben végiggondolva a következő év költségvetését és ennek a mezsején haladva próbáltunk úgy koncepciót keresni a dologba, hogy a város fejlődését továbbra is megtartsuk és szem előtt tekintve végigvigyük. Mondhatni azt, hogy ezt a bizottság már elfogadta, 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással. A bizottság foglalkozott az önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosításával is. Idén több mint 25 lakást újítanak fel Pakson. A város mintegy 150 millió forintot költ erre a célra. Egy ingatlan korszerűsítésére legalább 3,5 millió forintot fordítanak. A szociális bérlakásokra nagy az igény. Az önkormányzati bérlakások bérbeadásánál a családosok élveznek előnyt, mondta Ulbert Sándor. Nagyon nagy energiát fordítunk jelen pillanatban a lakások kiadására. Pontosan 164 lakás az, ami végeredményben a várost érintő részben, ami szoszlakás vagy netántán bérelhető vagy támogatott lakásokban vannak. Ebbe most is 2 lakást ki tudunk adni megen, amik teljes mértékben felújításra kerültek. Ez a 2 lakások, ezek nagy lakások. A bizottsági tagok a hozzájuk beérkezett jelzések miatt megtárgyalták, miként lehetne biztosítani az orvosi rendelőkben, a Paksi Gyógyászati Központban a munka folytonosságát és a rendelésekre való időpontfoglalást is. Az egyik megoldás az lenne, hogy a telefonon történő bejelentkezéseket rendelési időn kívül kellene lebonyolítani. Nem tartja meg a mártonnapi újboráldást a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete. A programra a szervezők 2021. november 13-án szombaton várták volna az érdeklődőket. Koncertezett volna Delhusa John is. A fokozódó fertőzés veszély miatt és a további megbetegedések csökkentése érdekében felelős mérlegelést követően döntött az Egyesület az esemény elmaradásáról. A liba vacsorára jelentkezőknek a befizetés helyén visszatérítik a befizetett összeget. Megújult Dunaszentgyörgy egyik járdája a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával, de nem csak ez az egy fejlesztés készült el a településen. Az önkormányzati intézményeken energetikai korszerűsítések is zajlottak. A fejlesztések a lakosság megelégedésére szolgálnak.
Horváth István Gyönkifa faragó mester alkotása fogadja a Dunaszentgyörgyre betérőket nem messze a főúttól az oktatási intézmények előtt. Az utóbbi időben nem csak szépült, épült is Dunaszentgyörgy, számos főként pályázati támogatásból finanszírozott beruházás zajlott a községben. Mindenről Dunaszentgyörgy polgármestere számolt be. Az interjú ideje alatt éppen az általános iskola és az óvoda kerítését újították fel társadalmi munkában a Paks 2, a Paksi Atomerőmű és a Rosszatom munkavállaló közreműködésével. Befejeződött a napelemes projekt, 10 közintézmény tetejére került napelem. Most folyik épp itt az arborétum előtt egy járdafelújítás. Aztán folytatódik tovább a Dózsa-György utcán teljes mértékben járdafelújítás lesz. Lesz kamerarendszer, az is most folyik a beszerzés. A járda, amelyet a támogatásból és önerőből mintegy 8 millió forintból újult meg, az iskolások számára is biztosítja a balesetmentes közlekedést, tanítási idő alatt is használják, hiszen testnevelés óráikat a távolabb található tornacsarnokban tartják. Az iskola és az óvoda sem maradt ki a fejlesztések sorából. Két óvoda felújítása folyik felújításban. A kettes számóvoda külső szigetelést fog kapni, az egyes számóvoda külső kívül-belül fog megszépülni. A iskola is nyert pályázatot a Magyar Falu programba, az is meg fog szépülni. Akkor az ebédlő, az önkormányzati ebédlő részt tetettem most rendbe. Akkor vizes blokk fog érkezni ide a dohánybolt mellé. A közösségi tér bővítéséhez. Az arborétum további szépítése érdekében tervezőkkel egyeztetnek, a játszótér bővítésére a Magyar Falu program keretében nyertek pályázati forrást, tavaszra tervezik a megvalósítást, emellett felnőtt fitnesszparkot is kialakítanak majd. A fejlesztéseket örömmel fogadják a dunaszentgyörgyiek. Nagyon örülünk neki, barátaimmal sokszor megbeszéljük, hogy örülünk neki, hogy kicsit itt a központi rész kezd szépülni. Nagyon büszkék vagyunk rá. Úgyhogy örülünk, hogy a mindenféle fenntartási munkák mellett a kicsit a szépítésre is most már tudnak pénzt, illetve energiát fordítani. A mezőgazdasági vállalkozókon kívül is sokan használják szabadidős célokra, amint egy 4 kilométer hosszú úgynevezett Majori utat. Ennek felújítására is adott be pályázatot az önkormányzat. Sűrű köd, csúszós utak valóságos kihívás elé állíthatja az autósokat az ősz. Szerda reggelre jelentősen lecsökkent a látótávolság, ami cseppet sem volt veszélytelen azok számára, akik kocsiba ültek. A megváltozott időjárási körülményekre nem csak az autókat, hanem a sofőröket is fel kell készíteni. Egy sor hasznos jó tanács tekinthető meg az e-taxi című elektromos közlekedést népszerűsítő műsor legfrissebb adásában. Szinte alig látni a közeledő fehér furgont, szerda reggel sűrű köd fogadta az autósokat a térségben. Az ősz már az igazi arcát mutatja. A láthatóság, valamint a fényszórók helyes beállítása kiemelt hangsúlyt kap ebben az időszakban. Nagyon lényeges dolog látni és látszani, elvet betartani, tehát minél jobban ki vagyok csicsázva, ugye jobban látnak engem, előbb észrevesznek, tudnak reagálni, meg hát én is jobban látok. Meg a kötfényszóróknak a beállítása úgy szintén különös időben. Ugye akkor használjuk a kötfényszórót, ha erős köd van, sűrű hóesés. Ugye ezt lakottelten belül tompított fényszóróval is lehet, lakottelten kívül ugye reflektorral is lehet. Mind a kettővel lehet használni. Egy sor hasznos jó tanács, valamint szabály hangzik el az e-taxi című elektromos közlekedést népszerűsítő műsor legfrissebb adásában. Leveles János, a Duna Autós Iskola vezetője szerint a megváltozott közlekedési körülményekre nem csak az autókat kell felkészíteni, a sofőröknek is meg kell változtatni a vezetési stílust. A téli vezetés technikára szintén elő kell készülni. Vannak olyan autóvezetők, ugye most tették le a jogosítványokat, még friss a jogosítványok, nem vezettek még téli időszakban. Hát mindenképpen oda kell figyelni a helyes sebességnek a megválasztására. Inkább a maximális sebességnél mindig mínusz 10 km-re kevesebbel kezdjük. Oda kell figyelni a fékezésre, mert ugye itt a fék út megint csak megnövekedhet a téli időszakban, jeges úton főleg.
Tartósan 7 Celsius fok alatt az autó kerekeit is le kell cserélni, a téli gumira váltásnak elérkezett most az ideje, hogy milyen további hasznos jó tanácsokat ad az autós iskola vezetője, az kiderül az e-taxiban. A műsor visszanézhető teljes egészében a Telepaks Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Harmadikként szállt be a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület abba az együttműködésbe, ami a Katasztrófa Védelmi Központ Múzeuma és a Völgységi Múzeum között köttetett meg. A fúzió célja, hogy minél több emberrel ismertessék meg a tűzoltó szakma történelmét és szépségét. Aláírta a megújított együttműködési szerződést a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma és a Bonyhádi Völgységi Múzeum. Több évtizede dolgozik együtt ez a két intézmény, idén azonban a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is csatlakozott a fúzióhoz. Nekünk ez nagyon fontos, hogy a civil közösséget, a tűzoltóságot is be tudjuk vonni a tűzoltóság múltjának a bemutatásában. Itt az együttműködési megállapodás során ennek a kereteit fektettük le, hogy a múzeumok szakmai irányítása mellett hogyan tudnak ők segíteni, hogy tudják ezt a kiállítóhelyet bemutatni, megismertetni a helyi és a nem helyi érdeklődőkkel, főleg a gyerekekkel és az ifjúsággal. Az ötlet gazdája a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület volt. Miklós Roland, az öt elnöke elmondta, nagyobb részt szeretnének vállalni a helyi tűzoltó múzeum bemutatásában és az állagmegóvásban. Megpróbálnánk több diákot, óvodást, mindenkit elvinni a múzeumba, bemutatni a múzeumot, kicsit beszélni a régmúltról, az egész 21. századig, hogy hát ha a kedvet kapnak, akár belépni a későbbiek során belépni a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez, vagy esetleg csatlakozni a hivatásos állományhoz. Farkas István Gergő, a Völgységi Múzeum vezetője azt mondja, ők a szakmaiságukkal és a múzeum pedagógiai tudásukkal járulnak majd hozzá a tájékoztatáshoz. Emellett rengeteg programot és előadást szerveztek az elmúlt időszakban is a Tűzoltó Múzeumban. Elég nagy az érdeklődés, azt kell, hogy mondjam. Tehát főleg, hogyha a gyerekek ellátogatnak hozzánk, akkor általában mindig találnak olyan dolgokat, ami felkelti az érdeklődésüket. A Tűzoltó Múzeumban meg kifejezetten. Tehát ott azért ez egy nagyon hálás téma. Az együttműködés célja a tűzoltóság népszerűsítése, hogy minél több ember megismerje és megszeresse ennek a hivatásnak a szépségeit. A tájékoztatás területén is az élmezőnybe tartozik a klubok és egyesületek között az Atomerőmű ESE, a Paksi FC és a Paksi ESE. A szöveges és képi megjelenítés már nem csak a sportszervezetek hivatalos honlapján, hanem a közösségi média felületeken is elérhetők. A változó felhasználói igények miatt a paksi sportszervezetek is egyre színesebb palettán juttatják el információikat többek közt az érdeklődőknek, szurkolóknak. Az Atomerőmű Sportegyesület, a Paksi Sportegyesület és a Paksi Futballklub a kor követelményeinek megfelelően már nem csak a hivatalos honlapon, hanem a közösségi média felületeken is tájékoztat. Mikolics Dániel és Méhes Tamás 3 éve kerültek az említett sportszervezetekhez kommunikációs vezetőként. Ami elvárás volt, az az, hogy minél több friss információ kerüljön ki, ugye mind a weboldalra, mind a social media felületekre, ez volt az egyik. A másik, hogy próbáljuk egy kicsit modernizálni ezeket a felületeket, értem ezt az alatt, hogy érdekesebb anyagot kreálni rá, érdekesebb cikkeket összevágni, interjúkat, videóinterjúkat, tehát egy picit így egy ilyen vérfrissítést csinálni. Ami úgy gondolom, hogy így 2018 végén ennek a trendnek a tetején voltunk, tehát ezt ekkor kellett meglovagolni. Nagyon fontos volt az, hogy mindig pontos információkat közöljünk mind a szurkolókkal, mind esetleg ugye a média többi képviselőivel, illetve nekem még, ami hozzátartozott a munkámhoz, és azóta is hozzátartozik, azok a match reportok írása, tehát minden mérkőzésen én megyek, utazok a csapattal, arról készítek egy match reportot, ami a weboldalunkon fent van. A komplexitás az nálunk is ugyanúgy megfelel annak, amit a kollégám mondott. Így van, minél több hír, minél több megjelenés, minél színesebb social media, ez volt a nálunk is az elvárás ilyen szempontból. Illetve, hát, ahogy említetted, megkaptam a sportegyesületet is, ami azt jelentette, hogy a foci mellé, ami egyébként egy 13 csapat, ugye az összes utánpótlás csapatokat hozzáveszünk, amivel foglalkozom, ahhoz még hozzákerült a 6 szakosztály is. A kommunikáció szakemberek a Telepaks sportmagazinjában elmondták, ez a szakma 24 órás rendelkezésre állást követel tőlük, emellett pontosságot és precizitást. Mindketten hozzátették, a hazai sportszervezetekkel kiváló kapcsolatot ápolnak, egy-egy átigazolás kapcsán a kollégákkal összehangoltan végzik tevékenységüket. Természetesen a magyar és a nemzetközi trendeket, változásokat is figyelemmel kísérik.
monitorozni szoktam folyamatosan, a magyart is, de főként én a kicsit a tengeren túlra koncentrálva ugye az NBA-t. Nyilván ez teljesen más szinteken van, és nem is lehet összehasonlítani a hazai szinttel, de azért ott vannak olyan trendek, amiket szerintem, ha lehet így fogalmazni, akkor át lehet venni, és lehet itthon is alkalmazni. Teljes mértékben egyetértek, nyilván én is, de azt gondolom egyébként, hogy most már ott tart nem csak az NBA-1, hanem az NBA-2 is, hogy nagyjából mindegyik klub ugyanazt a szintet tudja hozni, úgyhogy nyilván mert kell is, ezért monitorozom a magyar csapatokat is, de azért én is inkább nyugat felé tendálok, hát ugye nyilván ott annyian dolgoznak csak egy klub kommunikáció, mint a Magyarországon a Nemzeti Sportnak a szerkesztőségében, ugyanaz a szerkesztőségek vannak. A lelátóban további érdekességek is terítékre kerültek az egyesületi és klub kommunikáció témakörben. A sportmagazin visszanézhető a Paksi Televízió Facebook és YouTube oldalain, valamint a telepaks.net honlapon. Szerdán éjszaka párássá válik a levegő, emellett ismét terjeszkedhet a köd. Számottevő csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 fok körül alakul. Csütörtökön napközben a köd, illetve a rétegfelhőzet zsugorodik, a látási viszonyok fokozatosan javulnak, számottevő csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!